4 milliárd forint 2014-ben oktatási célokra ekkora összeget fordított a költségvetésből a város képviselő testülete. Szigorú ellenőrzés, vásárokon, piacokon, üzletekben vizsgálódik a fogyasztóvédelmi felügyelőség. Az eddigi tapasztalatok kedvezőek. Adománygyűjtés a baptista gyülekezetnél és a Premontrei gimnáziumban is. Egyre nő a rászorulóknak szánt ajándékcsomagok száma. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Merklin Ferenc. Jó estét kívánok! A decemberi közgyűlést megelőzően szerdán ülésezett az Oktatási és Szociális Bizottság. 20 témakört tárgyaltak a tagok Rettegi Attila elnök vezetésével. 2014-ben oktatási kiadásokra közel 4 milliárd, szociális célokra 1,4 milliárd forintot fordítottak a városi költségvetésből. Elkezdődött a tűzifaosztás a Szombathelyen élő rászorulóknak, erről is tájékoztatást kaptak az ülésen az Oktatási és Szociális Bizottság tagjai. A Város Jóléti Alapítványának támogatásával a civil szervezetek 600 darab, egyenként 5000 forint értékű tartós élelmiszercsomagot adnak át a nehéz helyzetben élőknek, továbbá 150 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket ajándékoz meg az önkormányzat karácsony előtt. Az ülésen szó volt arról is, hogy 3 év alatt valamennyi szombathelyi általános iskolában lecserélik az elavult számítógépeket, így a diákok korszerű eszközökön a legújabb szoftverekkel dolgozhatnak. Ugyancsak az általános iskolákat érintő fejlesztés lesz a bútorzat cseréje. 4 év alatt több mint 110 millió forint jut erre a célra. Elfogadta a bizottság a lakásrendelet módosítására vonatkozó javaslatot. A városban 224 lakás áll üresen, ezek közül 151-et felújítana az önkormányzat, majd pályázat útján bérlakásként hasznosítaná. Erre 2015-ben várhatóan legalább 100 millió forint jut majd. Korábban azért volt nehéz önkormányzati bérlakáshoz jutni, mert nem mindenki tudta vállalni azt, hogy felújítási kötelezettséggel kapjon lakást, vagy igényeljen lakást. Ezen szeretnénk változtatni. Ebből a célból már most 35 millió forintot átcsoportosítunk a szociális kiadásokon belül. A jövő költségvetési évben 40 millió forintot tervezünk, és ezt még kiegészítik majd az ingatlan értékesítésből, például bérlakások eladásából származó bevételek. Ha a közgyűlés megszavazza, változhat a lakásrendelet arra vonatkozóan is, hogy a szociális krízis helyzetbe kerülők is igényelhetik az 1 éves átmeneti lakhatást, majd könnyített eljárást követően a lakás bérlésére is lehetőségük nyílik. Kelemen Krisztián képviselő felvetette, hogy a jövőre 20. jubileumát ünneplő állami fenntartású Micimackó óvoda felújítása elkerülhetetlen. Ehhez a jövő évi intézményfelújítási keretből nyújthat támogatást a város, amiről azonban a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság dönthet. Az Oktatási és Szociális Bizottság tagjai egyhangúan fogadták el a bölcsődei kisgyermeknevelők létszámának bővítésére vonatkozó javaslatot, mert az utóbbi időben megnőtt a beiratott bölcsődések száma, ezért 2 újabb csoport elindítása szükséges. Az ünnepek előtt ellenőrzéseket tart a vásárokban, piacokon, nagyobb áruházakban a fogyasztóvédelmi felügyelőség. Az idei tapasztalatok eddig jók, ami azt jelzi, hogy a korábbi vizsgálatok hatékonyak voltak, tudtuk meg a felügyelőség vezetőjétől. Szúrópróbaszerű vizsgálatot tartottak a főtéren a fogyasztóvédelem munkatársai. Ellenőrizték az árak feltüntetését, a panaszkönyv meglétét és a nyugtaadást is. Ennél az eladónál mindent rendben találtak. Nem tapasztaltunk jogsértést, tehát megvolt minden terméknek az árfeltüntetése, szerepelt a bódén kihelyezve az a tájékoztatás, ami alapján meg lehet tudni, hogy ki volt az a kereskedő, akivel találkozott, aki itt a vásárba vett valamit, hogyha a későbbiek során esetleg gondja, problémája lenne ezzel a termékkel, akkor tudja, hogy hol tud reklamálni. Kárpáti Zoltánt nem lepte meg az ellenőrzés, mindig felkészülten fogadja a fogyasztóvédelem munkatársait. Első alkalom volt ez, hogy itt ellenőriztek minket. Igazából mindig készülünk, ugye pénztárgépet használjuk, ütjük a vendégeknek, a vásárlóknak, és meg ugye pénzvisszaadással együtt a blokkot is.
Az ellenőrök azt javasolják a vásárlóknak, hogy a blokkot mindig tegyék el, mert csak ezzel válthatják vissza az árucikkeket, miután a pénztártól távoztak. Legelőször oda megyünk, és megnézzük, ugye, hogy milyen minőségű, nem gagyi, mint a gyerekek szokták mondani. Akkor ugye megnézzük az árát is, honnét származik, az a lényeges, hogy meg hogy kik készítették. És most itt körülnéztünk mi, és megállapítottuk eddig, hogy ahol jártunk, hát ott semmi probléma nem volt. A fogyasztóvédelmi felügyelőség évek óta végrehajtja kiemelt ellenőrzéseit a nagyobb ünnepek előtt. Ezek célja, hogy az üzletekbe csak olyan termékek, játékok kerüljenek, amelyek biztonságosak. Az eddigi ellenőrzések jó irányba haladnak, tehát nem találtunk kirívó szabálytalanságot. Évről éve ellenőrizik a fényfüzéreket, díszvilágítási termékeket, míg a korábbi években rendszeresen találtunk olyanokat, amelyeket már esetleg előző években letiltottuk, vagy tényleg nem voltak biztonságosak. Az elkövetkező időszakban a fogyasztóvédelem munkatársai felkeresik a nagyáruházakat, játékkereskedéseket, vásárokat, piacokat, és közvetlenül karácsony előtt ellenőrzik majd a fenyőfák árusítását is. Ünnepi nyitvatartás az adóhivatal ügyfélszolgálatain. A magyar mitológiára épülő új ifjúsági kalandregényt mutattak be Szombathelyen. Ember Báb tér címmel kiállítást is láthatnak a Vörös Sándor Színház látogatói. További híreink következnek röviden. Munkarend változásáról tájékoztatja ügyfeleit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas megyei igazgatósága. A hivatal szombathelyi ügyfélszolgálatának nyitvatartása ugyanis módosul az ünnepek miatt. December 12-én pénteken délután 2-től 6-ig, december 13-án szombaton pedig reggel 8-tól 11 óráig várják a látogatókat. December 24-én valamennyi ügyfélszolgálat zárva tart, és a NAV általános tájékoztató rendszere, valamint a NAV ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszere sem lesz elérhető. Az ügyfélszolgálatok címe és nyitvatartási rendje a NAV honlapján az ügyfélszolgálatok menüpontban tekinthető meg. Csodafiú szarvas a Hét garabonciás címmel jelent meg mitikus kalandregény a Szülőföld Kiadó és a Pannonlapok Társaságának közös gondozásában. Sándor Zsuzsanna veszprémi író művének főszereplői 10 éves fiatalok. Kalandjaikról olvasva a magyar mitológia gazdag kincsestárát ismerteti meg a fiatal olvasókkal a szerző. A 4 kötetesre tervezett regényfolyam első részét a napokban mutatták be Szombathelyen. Boráros Szilárd Ember Báb tér című kiállítását is megtekinthetik a Vörös Sándor Színház látogatói. A tárlat nagyrészt a báb művész korábbi munkáira épül, a maszkok, bábok és eszközök rendkívül változatosak, s valamennyi hűen tükrözi Boráros Szilárd sokszínű tehetségét. A kiállított mesterművek egytől egyik használati tárgyak, hiszen mindegyik játszott valahol az országban, sőt határainkon kívül is. Advent az ünnepvárás mellett az adománygyűjtés időszaka is. Számos jótékonysági szervezet, alapítvány, intézmény várja a rászorulóknak szánt felajánlásokat. A baptista gyülekezet idén is megszervezi cipős doboz akcióját, a Premontrei gimnázium pedig kárpátaljai rászorulóknak gyűjtött karácsonyi csomagokat. Van benne plüssállat, akkor hát egy ilyen kis gyerekjáték. Ezek tulajdonképpen legfőképpen új játékok, akkor színes ceruza. Egy cipős doboznyi ajándékot mutat a baptista gyülekezet lelkésze. Játékok, édességek, tisztálkodó és írószerek, apró meglepetések vannak benne, amelyek egy-egy nehéz helyzetben élő család karácsonyfája alá kerülnek. Eddig mintegy 40 csomag gyűlt össze, további 200-at egy skóciai egyháztól kaptak. December 19-éig várják a cipős dobozokat. Legfőképpen a Szombathely környezetében levő falvakban élő rászorult családoknak, illetve a Szombathelyen levő rászorult családoknak is. Körülbelül egy olyan 40 település az, ami ugye az utóbbi években valahol előkerült, hogy vittünk ajándékot. Cipős dobozok sorakoznak a Premontrei gimnáziumban is. 10 nap alatt több mint 140 csomag érkezett tanároktól, diákoktól és családjaiktól. Első alkalommal szervezték meg a gyűjtést, az iskola egész közössége szívesen állt a jó ügy mellé. Óvónő szeretnék lenni, úgyhogy jól tudom, hogy mi kell az óvodáskorú gyermekeknek, úgyhogy leginkább színes ceruzákat, meg füzeteket,
tettem bele, de mellé tettem csokit is. A szeretet a legfontosabb ebben a 4 hétben, és úgy gondolom, hogy segítenünk kell a rászulóknak, mivel mi mindent megkapunk, és mi nem tudjuk annyira átérezni ezeknek a szegény embereknek a helyzetét. Ajándéktárgyakat, könyveket, játékokat vártak, amelyek szebbé tehetik a nehéz sorsú gyerekek karácsonyát. Olyan rászoruló közösséget kerestek, ahol nincs lehetőség meglepetést vásárolni az ünnepekre. Így esett a választás Visk óvodájára, amelyet a fenntartónk Márton atya jól ismer. Egy magyar közösség az ukrán-román határ közelében lévő nagyközségben, ahol nagyon várják ezt a csodát. Tudjuk, hogy milyen helyzet van, háborús helyzet. A nagy sikerre való tekintettel a tervek szerint jövőre is megszervezik a jótékonysági akciót. Az összegyűlt cipős dobozokat a napokban útnak indítják Kárpátalja felé. Az országos egyetemi bajnokságban 6 fordulót követően 100%-os teljesítménnyel áll csoportja élén a SZOESE férfi kosárlabda csapata. Kéri Péter együttese legutóbb a Smafc gárdáját győzte le 68-44 arányban. A nyári holtidényben a szokásoknak megfelelően ezúttal is volt némi jövésmenés a szombathelyi egyetemi SZOESE férfi kosárlabda csapatának házatáján. Összességében azonban az együttes semmit sem gyengült, így a 2014-2015-ös országos egyetemi bajnokságnak is merész célokkal vágtak neki a vasi fiatalok. Az elmúlt 2 bajnokságban 1. helyen végeztünk, rendre bent voltunk a döntőbe, de ott valami miatt mindig egy kicsi dolog volt, ami miatt nem sikerült a jobb eredmény elérése. Mindenképpen most is a döntőbe szeretnénk bejutni, ott viszont már a dobogóra is fel szeretnénk lépni. Az új szezonban szabályos repülőrajtot vettek Kéri Péter tanítványai, akik 5 mérkőzésükből 5-öt nyertek meg úgy, hogy 2-szer is idegenben léptek pályára. A csapat ennek köszönhetően a 7 együttesből álló csoport első helyét foglalja el. Hát nem csak az eredménnyel, ugye az 5-0-es mérleggel vagyok elégedett, hanem a látott játékkal is. Igazándiból az 5 mérkőzésből 1 olyan volt, ahol ami mondjuk úgy, hogy elégedetlenségre adhatott okot, ez a TF elleni meccs. Már úgy érzem, hogy a fiúk egy kicsit könnyelműen kezdték a mérkőzést, ezért a saját dolgunkat nehezítettük meg. A SZOESE csapata a 6. bajnokián a Smafc gárdáját fogadta, és 68-44 arányú győzelmet aratott. A vizsgaidőszak miatt a pontvadászatban egy hosszabb szünet következik. Kéri Péter legénysége jövő év februárjában lép majd legközelebb pályára a Pécsi Egyetem ellen. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!